Angol óra a Veselényi Miklós középiskolában, ahol jelenleg 935-en tanulnak. A nyolcadikos felvételi eredmények szerint jövő szeptembertől közel 200 diák kezdi majd meg itt tanulmányait. A szakközépiskolák legalább 28 fővel, a szakiskolák pedig 24 fővel indíthatnak el osztályokat. A Nyíregyházi Centrumhoz 10 tagintézmény tartozik, ezekbe összesen 1334 diákot vettek fel. Ez a szám csökkent az elmúlt évekhez képest. Egyrészt ugye csökkent a gyereklétszám a teljes oktatási ágazatban, és igazából kevesebb jut ebből következően a középiskoláknak. A másik dolog az, hogy csökkentek az osztályszámok is, amiatt, hogy a modulrendszerű képzés ide kiesik a középiskolai rendszerből, de elmondhatom, hogy a centrumot nézve egészen jó átlagot tekintünk az országos átlagot figyelembe véve. Kiemelkedően jó beiskolázási átlagaink vannak az autószerelési ágazatban, a kereskedelmi bennátás ágazatban, egészségügyi ágazatokban. Pici problémánk van ugye a kétkezi szakmákat képző iskoláknak a beiskolázási átlagaival. Azok, akik nem jutottak be az első fordulóban, májusban van lehetőségük úgynevezett rendkívüli felvételi eljárás keretében egyénileg jelentkezniük a középfokú iskolákba. A Nyíregyházi Centrumban összesen még 100 üres hely van. Országos átlagban a 82.411 nyolcadikos diák 97%-át felvették valamelyik középfokú intézménybe, így mindössze körülbelül 2400 tanuló nem került be az első körben. Hasonló a bejutási arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Szabolcs megyében is az országos átlaghoz hasonlóan alakultak ezek az arányok, 97,2% az eredményessége, tehát a bejutott tanulók aránya, és az első helyre bejutott tanulók aránya az országos 77%-hoz képest Szabolcs-Szatmár megyében 80%. A diákok körében a gimnáziumok voltak a legnépszerűbbek, 38%-uk fog ott tanulni, 37%-uk szakközépiskolában, ami szeptembertől szakgimnáziumként működik majd. A tanulók negyede kezdi szakiskolában a középfokú tanulmányait.